Köszönöm szépen, és hát egyrészt nagyon megkönnyítette Félix a dolgomat, mert nagyon sok olyan dolgot mondott el, amire már csak vissza kell majd utalnom az előadásom közben. Minden esetre az is nagy örömmel tölt el egyébként, hogy ennyien vagyunk a teremben, mert úgy tűnik, hogy akkor bár társadalmi vita vagy szakmai egyeztetés nem folyt a paksi projekt kapcsán a paksi beruházásról, és így az energiapolitika legfontosabb részéről, de azért azt gondolom, hogy igény lenne rá, úgyhogy ez a döntéshozók felé is egy nagyon fontos üzenet lehet talán. Nagyon sokáig gondolkoztunk azon, ugye a prezentáció szakirodalma sokszor leírja, hogy érdemes egy viccel kezdeni egy előadást, és sokáig gondolkoztunk egy viccen. Például három napelem megy a sivatagban 2030-ban, melyik a magyar? Semmelyik. Mondjuk ez a poén. De ez azért annyira nem vicces, lássuk be. Tehát az itt ülő mondjuk napelem szövetség vezetőjének véletlenül ez nem egy örömhír. Tehát nézzük, mert én egy örömhírrel szerettem volna kezdeni az előadásomat, méghozzá azt, hogy azt szeretném bejelenteni, hogy 2030-ban Paks 2 nélkül köszönjük szépen, nagyon jó lenne a magyar villamosenergiarendszer, és általában a teljes energiarendszer Magyarországon. Úgyhogy kezdjük is a végén. Gyakorlatilag mi megalkottuk azt a modellt, ami egy 2030-as villamosenergia és teljes energiarendszert leképez, és ezek alapján kijelenthetjük, hogy az atomerőmű bővítése nélkül képes a villamosenergiarendszer ellátni az akkor fellépő igényeket, és ez ebből a számításból világosan kiderül, úgyhogy gyújjon fény az agyakban. Ez a modell egyébként nagyon magas, tehát az egyébként hivatalos energiastratégián túli magas megújuló energia részarányjal számol. A teljes kapacitások vonatkozásában ez majdnem a felét teszi ki a villamosenergia kapacitásnak, míg teljesítmény tekintetében közel a harmadát, tehát közelítene a mostani német arányokhoz. Mindeközben azt is tudjuk, ugye, amire az előadásom elején utaltam, hogy sajnos a vita elmaradt, és ezért tulajdonképpen a döntéseket megalapozó tanulmányokat sem ismerjük, a lehetséges egyéb alternatívákat, vagy azok költségeit sem tudjuk. Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy milyen reaktort szeretne építeni a magyar kormány a paksi létező atomerőmű mellett. A szakmai és társadalmi vita nélkül, és hogyha jól értettük, akkor a szakértői egyeztetés is elmaradt, tehát maguk a nukleáris fizika felkentjei sem tudtak igazán részt venni ebben a dologban. És hát, amit mi még gondolunk, az az, hogy nincsen döntéskényszer, és ezt a szakma is elég sokszor hangoztatta, hogy volna még időnk arra, hogy erről a dologról döntsünk. Mert hogy igazándiból az első lépés az az lenne, hogy eldöntsük, hogy milyen társadalmi és gazdasági berendezkedést látunk 2030-ban, amire majd erőműveket, és vajon milyen erőműveket kéne építeni. Mert szerintünk létezik alternatíva, igenis van egy olyan szenárió, amiben nem feltétlenül kell egy újabb megaberuházással számolnunk, és hát ahogy Félix Matesz is
az előadásában utalt rá, ez egy hosszú folyamat, és ők is 2050-ig tekintettek ki, és 2050-re lehetséges egy olyan új szemléletmódban felépített energiarendszert létrehozni, amely azon elvek szerint működik, amelyek e decentralizált modellt fémjelzik. De mi a decentralizált és a mostani centralizált villamosenergia, vagy általában az energiarendszer között a különbség? Hát ugye a centralizált rendszer alapvetően a hagyományos energiahordozókra az 1950-es években elkezdődött iparosítást követve nagy erőművekre épít, és pár erőmű munkába állását és koordinálását kell végeznie a diszpécsereknek tulajdonképpen. Ez ugye egy olyan erőforrás szegény országban, mint amilyen Magyarország, egy elég magas energiafüggőséget jelent. Tudjuk, hogy Magyarország az egyik legfüggőbb ország az Európai Unión belül mindenfajta külső energiaforrástól, így a gáztól, és egyébként a nukleáris fűtőelemek esetében is. Míg mondjuk egy decentralizált rendszer alapvetően az önállátásra épített, a helyi erőforrásokra próbál, a helyi megújuló energiaforrásokra próbál építeni, ezeket priorizálja, és csak utána jönnének a többi erőforrások. Ugye a decentralizált rendszer ennek megfelelően meglehetősen, tehát sokkal rugalmasabb, mint egy centralizált rendszer, hiszen hogyha mondjuk elképzelünk egy kis hajókból álló flottát, vagy egy óriási anyahajót, aminek az irányítása meglehetősen nehézkes, és nagyon lassan követi a kormányt, így gyakorlatilag egy kis elemekből álló rendszert át lehet alakítani viszonylag könnyedén, míg egy nagy vagy pár nagyobb erőműből álló rendszernek az átalakítása meglehetősen tőkeigényes lenne, hiszen ha nem lenne szükség mondjuk úgy döntenénk, hogy mégsem erre van szükség, akkor meglehetősen költséges lenne ebből kiszállni. Éppen ezért a stabilitása is sokkal nagyobb egy decentralizált rendszernek, hogyha azt jól csináljuk meg, hogy azt jól építjük föl, jól fejlesztjük ki, és a megfelelő kormányzati intézkedéseket rendeljük hozzá, míg sokkal sebezhetőbb egy centralizált rendszer, amiben egy-egy nagyobb erőmű leállása vagy kényszerű leállása esetén problémák adódhatnak. Ugye, ahogy Félix is utalt rá, a tulajdonosi szerkezet is teljesen más. Egy centralizált rendszerben nagyvállalatok uralják, és a nagyvállalatok tulajdonosai egy-egy nagy-nagy erőműnek, míg egy decentralizált rendszerben a helyi farmerek, maguk, az energiahasználók válnak gyakorlatilag szintén energiatermelővé, és ezáltal egyébként az önrendelkezésük, és így az energiademokrácia is megnő. Ez egy furcsa új fogalom, amit szerintem talán a kormányzat is felismert, és nem lehetetlen, hogy ennek köszönhető például az az adó, ami most kivetésre került, úgymond adó a napelemek esetében. És hát tudjuk, hogy nagy beruházások esetében a korrupció veszélye hatványozottan megnő, és ezt például a Paksi projekt kapcsán egy tanulmányunkban mi is taglaljuk, hogy mekkora, tehát egy teljes 4-es metrónyi korrupciót rejt magában, vagy korrupciós lehetőséget rejt magában az új atomerőmű építése. És hát ugye, amikor az önrendelkezés és az energiatermelés olyan közel kerül hozzánk az energia tekintetében, ahogy mondjuk egy decentralizált rendszerben tud, ott a pazarlás is sokkal alacsonyabb szintre kerül, a hatékonyság megnő, az okos rendszerek szükségszerűvé válnak, és ettől maga az erőforrás hatékonyság is sokkal magasabb szintre kerül. És hát nem mellékes ugye a foglalkoztatottság kérdése sem, az energia vonatkozásában sokszor felszínre kerül ez a probléma.
egy decentralizált rendszerben nem egy-egy ponton keletkeznek munkahelyek, hanem az ország teljes területén, gondoljunk a biomasszára, a napelem fenntartásra, a napkollektorok javítására, az energiahatékonysági beruházások voltára, és ezekre mindenhol szükség lesz. Tehát ez jellemzi nagyjából a decentralizált, illetve a centralizált rendszereket. De hogy fest ez a gyakorlatban? Hát egy nagyon sematikus ábrát készítettünk mindkét rendszerről. Ugye egy hagyományos centralizált rendszerben van pár nagy erőmű, amely magas feszültségen, aztán különböző transformációs beruházások és applikációk révén eljutatja az ipari vagy a háztartási fogyasztókhoz az elektronokat, míg mondjuk ez egy centralizált rendszerben sokkal több, kisebb előállító helyet feltételez. Ezeket egyébként maguk fel is használhatják, tehát például a hálózati veszteség és az energiarendszer önfogyasztása is alacsonyabb lesz. Így gyakorlatilag az energia hatékonyság magában a rendszerben is elkezd működni. Ebben tehát a centralizált rendszerben alapvetően a fosziliák, a hagyományos energiahordozók kapnak prioritást, és csak ezek után következnek a megújuló energiaforrásokra alapozott technológiák, míg mondjuk egy decentralizált rendszerben, ahogy láttuk a német energia felfutásban is, egyre hangsúlyosabbá válnak a megújulók, és ők fogják vinni a prímet, úgymond, és ezután kapcsolódnak majd be kiegyenlítő vagy egyéb módon az egyéb energiaforrások. 2030-ra lőttünk, de tudjuk, hogy 2050 az az ideális cél, az az időhorizont, ameddig azzal számolhatunk, hogy esetleg kialakul egy ilyen rendszer, ha kikényszeríti ezt a társadalom, ha a szakma mögé áll, e mögé a modell mögé áll, ha annyira jól tudunk argumentálni, hogy ez működjön. Vajon miért 2030-at választottunk? Ennek elég sok logikus oka van. Egyrészt ugye a magyar energiastratégia is 2030-ig lát előre, 2030-ra szól a hivatalos és hatályos, a kormány és a parlament által is tárgyalt és elfogadott energiastratégia. Ekkorra szólnak a legközelebbi célszámai az Európai Uniónak is. Ugye megújuló tekintetében tudjuk, hogy ez 27%-ot jelent a teljes energiafelhasználás tekintetében. Energiahatékonyság szempontjából szintén egy 27%-os célt fogalmaztak meg, és klímacélok tekintetében egy 40%-os csökkenést a tavaly novemberi tanácsülésen. Erre az időpontra elvileg már el kéne készülni a Paksi 2-es reaktoroknak, tehát a Paksi új atomerőműnek munkába kéne állnia, viszont még működne a régi atomerőmű is, mind a négy blokkal, és hát ez a 2030-as időtáv, vagy időpont azért is nagyon szerencsés, mert 15 évünk van, ami ezért az energetika szempontjából egy belátható idő, van elég lehetőség a fejlesztésre, és a kormányzati intézkedések jó átgondolására. És hát végsőként, ugye én már 20 éve hallgatom azt, hogy le fognak állni erőművek Magyarországon, lehet, hogy addigra már tényleg le fognak állni ezek az erőművek. Tudjuk, hogy már most is egy csomó erőmű szanálásra került Magyarországon, de addigra tényleg olyan volumenben kerül, vagy kell lecserélésre erőművek, amelyeket pótolnunk kell.
Mivel számoltunk? Egy olyan módszert választottunk, ami kellően megalapozottnak tűnik számunkra, és remélem, hogy meggyőzöm Önöket is erről. Először is felvázoltunk egy jövőképet, ami szerintünk reális. Ehhez nagyon sok szakirodalmi adatra volt szükségünk, számos potenciál elemzést, energiatrendet, árakat néztünk meg, stratégiákat, energiahatékonysági potenciált, nagyon sok olyan anyagból dolgoztunk, ami hozzáad ahhoz, hogy egy reális jövőképet nézzünk meg, és tűzzünk ki magunk elé. És megnéztük a statisztikákat, a trendeket, a jövőbeli várakozásokat az energetikával kapcsolatban, amiket szintén beépítettünk ebbe a modellbe. Mindezek alapján 5 alapvető területre határoztunk meg célszámokat, és ezt egy olyan szoftverbe építettük, vagy tápláltuk be, ami nekünk nagyon szimpatikus volt. Miért pont az Energy Plant választottuk? Ez egy dán fejlesztésű szoftver, és azért érdekes esetünkben, mert ez a szoftver kifejezetten azzal számol, hogy a megújulókat be tudja építeni rendszer szinten egy modellbe. Ugye tudjuk, hogy Dánia 2050-re teljes mértékben megújulókból szeretné fedezni az energia szükségletét, és ezért fejlesztették ki ezt a szoftvert, amely óránkénti felbontással dolgozik, tehát tudja kezelni azokat az igény és termelési változásokat, amelyekre szükség van egy energiarendszerben. Ugyanakkor tartalmaz a teljes energiarendszert, tehát egyrészt a felhasználás vagy a szektorok szempontjából, és az energiahordozók, tehát a különböző típusú energiahordozók szempontjából is, akár hő, akár áram, akár a közlekedéshez használatos üzemanyagok szempontjából. Ez tehát maga a modell, az egy teljes energiarendszert néz meg, de az előadásomban valószínűleg sokkal többet fognak hallani ennek egy szektoráról, a villamosenergia szektorról, hiszen Paksról beszélünk, azt nézzük meg. De csak szeretném jelezni, hogy a teljes energiarendszer képes működni, és mi arra néztük meg, csak azokat az adatokat vettük ki belőle, amelyek a villamosenergia szektorról szólnak. További jellemzője ennek a szoftvernek, hogy időjárási jellemzőkkel is tud számolni, tehát be tudja integrált módon, és ugye betöltöttük azokat az időjárási jellemzőket is, amelyeket Magyarországon tudunk. Ez ugye a megújulók szempontjából és a hőigény szempontjából egy kifejezetten fontos jellemző. Ezt a szoftvert egyébként nagyon sok helyen használták már, és ezért is tűnik nagyon jól használhatónak, mert hogyha a világ ennyi pontján rábízták magukat az energetikai szakemberek, akkor vélhetően Magyarországon is működik. De vajon tényleg működik-e Magyarországon? Ehhez először el kellett végeznünk egy validálási műveletet, úgymond, amiben gyakorlatilag nagyon-nagyon sok adatot begyűjtöttünk egy évre vonatkozólag, és meg akartuk nézni, hogy vajon azok az adatok pontosan ugyanazt a statisztikai tényadatot fogják nekünk kiadni, amit ebben az évben a KSH, vagy a Hivatalos Energia Statisztika is tartalmazott visszamenőlegesen, tehát historikusan. Ezért összegyűjtöttük az összes erőműre vonatkozó információnkat, azt, hogy mennyi, mekkora hatásfokkal működnek, egy évben nagyjából hány órát
használják őket, milyen időjárási jellemzőkkel számolhattunk abban az évben. És aztán ezeket szépen beletöltöttük ebbe a szoftverbe, amely végül azt a nem meglepő eredményt hozta, hogy a modellünk eredményei és a hivatalos statisztikai adatok szinte egyeznek, tényleg parányi eltéréseket hoztak a végén, úgyhogy azt mondhatjuk gyakorlatilag az összes nagy energetikai szektorra igaz lett az, amit mi betápláltunk, tehát ugyanazok az adatok jöttek ki a végén, mint amik a hivatalos energiastatisztikában is olvashatók 2011-re, hiszen ez volt a legteljesebb, statisztikailag legfeldolgozottabb utolsó éve a magyar energetikának. Hát ezt most nem kommentálnám. A szoftver tehát jó, így elkezdhetjük megnézni, hogy a jövőre vonatkozó várakozásaink és jövőképünk alapján hogy fog kinézni ez a rendszer. Nézzük, hogy milyen jövőképet vázoltunk mi föl. Ugye elsőként a megújulókat fogom érinteni, mert a megújulók képezik egy jövőbeli distributed vagy decentralizált energiarendszer alapját. Hát lehettünk volna sokkal radikálisabbak. Számolhattunk volna sokkal több megújuló erőforrással Magyarországon, de úgy döntöttünk, hogy mi egy nagyon konzervatív becsléssel fogunk élni, és azt mondjuk, hogy a kevesebb néha több. Győzzük meg a döntéshozókat és a szakmát arról, hogy egy nagyon moderált és decens megújuló potenciált feltételezve 2030-ra, vagy hát nem potenciál, de kifejezetten megújuló energia felhasználást feltételezve képes a rendszer együttműködni. A magyar energia igény előrejelzés története az egy kudarc sorozat szerintem. Az elmúlt 20 évben rendre sokkal, de sokkal magasabb igényt jeleztek előre a döntéshozók, vagy a döntéshozók mögött ülő szakértők, mint ami valóságban megvalósult. Ezért, és azt tudni kell, hogy a magyar hatályos energiastratégia még mindig 1,5%-os villamosenergia igénynövekedéssel számol a következő 15 évre, ami hát egy meglehetősen erős felfutást jelezne, tehát ugye körülbelül dupla, vagy tehát ugye egy a magának a görbének a meredeksége dupla ilyen lenne. De már a MAVIR, tehát a Magyar Rendszerirányításért Felelős Szervezet is visszavett ebből a 1,5%-ból, és úgy gondoltuk, hogy ez a 0,89% körüli igénynövekedés évente az nem lenne nagyon elrugaszkodott a valóságtól. Én azért személyesen azt gondolom, hogy talán ennyi sem lesz. Mindenesetre mi ezzel számoltunk, ezt az igény görbét valószínűsítjük a következő 15 évre. Ugyanakkor a hőellátásban nem voltunk ilyen hurrá optimisták, vagy hát, hogyha más oldalról nézzünk, optimisták voltunk. Azt gondoljuk, hogy a hőellátási igény, vagy a hőigény Magyarországon csökkenni fog. Méghozzá körülbelül a negyedével fog csökkenni. Ezt olyan potenciál elemzésekre alapoztuk, amelyeket részint magunk követtünk el. Ugye itt a gáz felhasználás az, ami a legszemmel láthatóbban csökken, de a tűzifa igény is erőteljesen csökkenni fog a 2030-as évre.
vonatkoztatva. Erről lehet vitatkozni, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos része a magyar energiapolitikának, mint az egyik legfontosabb és legolcsóbb energiaforrása a jövő energetikájának ebben az országban. Nézzük a termelő ágazatokat. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbb termelő ágazat csökkenést fog mutatni igény tekintetében. A növekedés az egyedül a terciér szektorban, a szolgáltatás terén várható. Ez egyébként világtendencia, nem hiszem, hogy bárkit is meglep ez a dolog. Az iparban bizonyára óriási potenciálok vannak, és ez nagyon fontos lenne akár kormányzati vagy egyéb incentívákkal erősíteni. A mezőgazdaságnál is egy jelentős hatékonyságjavulás várható, remélhetőleg ezt is alá fogja támasztani egy kormányzati intézkedésrendszer. A közlekedés mindig egy neuralgikus pontja volt a klíma és energiaügyi vitáknak. Ugye az energiastratégia egy óriási villamosenergia igényel számol a mobilitás tekintetében, kifejezetten a személygépkocsik és a hibrid, illetve a plug-in vagy villamos autók tekintetében. Mi ennél azért visszafogottabbak voltunk, és azt gondoljuk, hogy 2030-ra az autópark 1/5 fog lecserélődni, és fog átváltani ilyen modern, úgymond zöld autókra. Hát majd meglátjuk, hogy a magyar lakosság milyen intenzitással cseréli le az egyébként jó minőségű, magas színvonalú autóparkját. Mindenki a 3-as BMW-t egy újabb hibrid Toyotára vagy BMW-re. Minden esetre azt gondoljuk, hogy ez akár reális lehet, és mi a modellünkben ezzel a feltételezéssel éltünk meglehetősen konzervatív jelleggel az energiastratégiához képest. Ahogy eddig is hallhattuk, a rendszerirányítás a villamosenergia tekintetében kulcsfontosságú, hogyha a rendszerirányítás nem tud adaptálódni, alkalmazkodni az új energiarendszerhez, az új energetikai modellhez, akkor baj lesz, de az a tapasztalat, hogy a mérnökök az eléjük álló feladattal eddig is mindig megküzdöttek, úgyhogy bízunk bennük, a továbbiakban is valószínűleg ez lesz. Ez egy nagyon sematikus ábra, és megint csak a centralizált rendszernek egy másik betületét, egy más aspektusból mutatja be. Ugye gyakorlatilag azt láthatjuk, alul van az úgynevezett base load, vagy alaperőművi beruházás, ez mondjuk esetünkben a paksi atomerőmű, felette alapvetően a szénhidrogénekre építő erőművek termelnek, és a maradék kis lehetőségeket, lukakat töltik be gyakorlatilag a megújuló erőforrásokra alapozott technológiák, szemben ugye a másik modellel, amiben bár Félix ábrájában ez pont fentről lefelé volt, de gyakorlatilag a rendszerirányítás ezt a megújulókat, mondjuk a villamosenergia rendszer szempontjából ugye a napot és a szelet fogja előtérbe és fókuszba helyezni, és a kiegyenlítő csúcsára igényeket majd valamilyen más forrásokból hosszú távon természetesen mind megújuló energiaforrásokból fogja fedezni. És hát egy érdekességre azért felhívnám ennek az ábrának kapcsán a figyelmet, nevezetesen, hogy
igenis lehet ezeket a csúcsokat, amik egy-egy nap keletkeznek, ugye a délelőtti, illetve az esti órákban, azokat lehet kezelni, ezt az úgynevezett egyébként 30 éves múltra, vagy még annál is hosszabb múltra visszatekintő, úgynevezett demand side management, vagy az igényoldali befolyásolás módszerével, akár a tarifa rendszerrel, akár más intézkedésekkel ki lehet tolni a csúcsokat, és át lehet pakolni azokra a helyekre, ahol alacsonyabb az energiaigény, ennek óriási szakirodalma van nemzetközi szinten. Tehát a két ugye rendszer között a különbség az szembetűnő ezeken az ábrákon. Ahhoz, hogy ebből a rendszerből átmenjünk ebbe a rendszerbe, nem csak infrastruktúrális beruházásokra van szükség, hanem a teljes paradigmaváltásra van szükség a döntéshozók, az energiapolitika csinálók, a rendszerirányítási szakemberek fejében is. Mi minden esetre ebbe az irányba tolnánk el a magyar energiarendszert, és ezzel együtt egyébként valószínűleg a regionális energiarendszert is, mert ugye egy fecske nem csinál nyarat, és egy országban nem lehet feltétlenül egy ilyen váltást, egy ilyen nagy váltást megcsinálni, de az a jó hír, ez is egy jó hír, hogy az Európai Unió emellett a rendszer mellett tette le a voksát, és 2050-re az úgynevezett különböző úti tervek szerint alapvetően ebbe az irányba szeretné a teljes energiapolitikát eltolni, tehát ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy ha Magyarország itt marad, akkor gyakorlatilag egy sziget, egy furcsa szigetben fogjuk találni magunkat az energetika és az energiapolitika szempontjából is, ami vélhetően meglehetősen meg fogja drágítani hosszú távon az energetikát és így a társadalmi költségeket is e tekintetben. Na és akkor nézzük az eredményt, végülis kezdhetem volna ezzel is, mert minden tanulmánynak végül is pár szám az eredménye. Hogy néz ki a hivatalos forgatókönyv szerint Magyarország 2030-ban villamos energiakapacitások tekintetében? És hogy néz ki szerintünk, hogy kéne kinéznie? Látszik, hogy még itt óriási körök vannak, itt azért sokkal kisebbek és sokkal kiegyenlítettebbek ezek a kördiagramok. Ezt ugye tudjuk, ez a 4400 megawatt, ez egyetlen pontján lenne az országnak, miközben ez a 2800 megawattnyi szélerőművi kapacitás és ez az 1400 megawattnyi napenergia kapacitás teljes mértékben szétszórva az ország különböző pontjain helyezkedne el, ugye adva állásokat és lehetőséget embereknek a bevételszerzésre és munkára. És hát ez is, ez a közel 3000 megawattnyi kapcsolt hőt és villamos energiát termelő kapacitás is meglehetősen szétszórva helyezkedne el az országban, és ebből majdnem az egyharmada biomassa alapú kapcsolt hőtermelésre és villamos energiatermelésre lenne képes, jó alapot szolgáltatva arra, hogy azt az úgynevezett kiegyenlítő energiát biztosítsa az éppen mondjuk nem üzemelő szélturbinák, vagy az éjszaka nem termelő napcellák kiegészítésére. És hát persze belemehetnénk ezekbe a további számokba is, de azt gondolom, hogy ennek az előadásnak most pont az a lényege, hogy szemléltesse azt a váltást, azt a teljesen másfajta szemléletmódot,
amit egy ilyen energiapolitika és egy ilyen új rendszer kiépítése kíván Magyarországtól. És hát a megújulókról, mert arról külön kell talán beszélnem, a 2011-es statisztikák szerint Magyarországon 6,4% volt a megújulók szerepe a villamosenergia termelésben. A hivatalos forgatókönyv szerint 2030-ban ez 15% lenne, ami egyébként azt gondolom, hogy meglehetősen csekély ahhoz képest, hogy Magyarország mennyivel több potenciállal rendelkezik, mint mondjuk Németország e tekintetben. Ha csak a napra gondolunk, akkor ezt tudhatjuk. A mi forgatókönyvünkben 27%-os a megújulók részaránya az összes termelésből, ami azért is nagyon szép szám, mert nagyon közelít az európai célszámhoz, ami a megújulókat célozza. És még azért annyit el szeretnék mondani, hogy a mi modellünkben a 2030-as évben az export igénye az országnak 1,5% lenne. Ez egyébként töredéke az éppen ma importált magyar villamosenergia igénynek. És hát végül azt gondolom, hogy bizonyára lehet vitatkozni azon, hogy miért pont ilyen arányban gondoltuk a megújulókat elosztani egymás között. Lehetne ebben több nap, vagy lehetne sokkal több szél. El lehet vitatkozni azon, hogy vajon a geotermális vagyonra épülő villamosenergia termelési módozatok 2030-ra lesznek-e olyan helyzetben, hogy sokkal több villamosenergiát termeljenek. Számos olyan dolog van, ami lehet vitatkozni, és egyébként a mi célunk pontosan ez, hogy kezdjünk el egy olyan szakmai vitát, kezdődjön el egy olyan egyeztetés, tudjunk mi is további olyan szempontokat beépíteni ebbe a modellbe, ami finomítja, ami még jobbá teszi ezt a rendszert, és egy sokkal pontosabb víziót, egy sokkal pontosabb modellt tudnánk létrehozni, sokkal pontosabban meg tudnánk mondani például azt is, hogy milyen gazdasági jellemzői lesznek majd ennek az új rendszernek, mennyibe fog ez kerülni, és vajon ki fogja fizetni, mert ezt tudjuk, hogy a paksi beruházást ki fogja fizetni, mi fogjuk fizetni egyébként, csak gyorsan válaszolok, mi mindannyian vagy adó, vagy villamosenergia tarifa formájában. De hogy vajon nem jobb-e, hogyha kisbefektetők jönnek, és nem állami pénzen építünk új erőműveket, hanem a piacot hagyjuk bizonyos keretek között működni ebben a tekintetben. Nagyon fontos lenne megtudni azt is, hogy egy ilyen rendszernek alacsonyabb vagy magasabb a szén-dioxid kibocsátása, és természetesen az sem mellékes, hogy 2040-ben hogy tud kinézni majd egy olyan villamosenergia rendszer, amiben nem épült bele a Paksi 2-es reaktor, és amikor már 2040-re le kell állnia minden négy most működő Paksi reaktornak, azzal is tud-e működni ez a rendszer, azt is meg fogjuk nézni ebben az évben, és remélem, hogy akkor is számíthatunk az önök megtisztelő figyelmére, és akkor is azt fogom tudni majd mondani, hogy nincs szükség atomenergiára Magyarországon. Ehhez szeretném önöket is meghívni, ahogy mondtam, hogy együtt beszélgessünk erről, és ne mi magunkban egy elefántcsontoronyban építgessük ezeket a modelleket. Köszönöm.